egy flashpass, ami pontosabban kérdik. Ugye tudtad, hogy ott van tanik, csak ők kihasználnak. De várjuk csak, hiszen na én a legjobb barátom. Azt én nem tudom, de ugye azt tudtad, hogy az ő tasztrója vagy mi tudtad. Holnap én megkontolhatom őt. Ha ők vagy hát az szemletek van. Talán lehet, hogy elég emlékeimre emléket tudnak. Hát, ez ha ez igaz. Kit akar a képet tapni? Hát persze nem titeket. Azt mond annak. Szégyelt az oldalán a fajtádra. Gyere, megmutatom, jöjj el nekem. Mivel te voltál Cedricnek az unoka egyje. Épp ezért az ő erejét használja, és legfőképpen azért, mert valójában ő maga a démon. Mi köze van ennek a Cedricmonthoz? Nézd csak oda a teknősre. Látod, ezt a teknős viszont hétköznapi életet él, nem úgy, mint te. Te most tekintsd oda, egy valódi gólyának látszik, vagy inkább egy napkelte, vagy valami más tészta. Hát, ezzel nem nyűgöztél le? Tudom. Te nézd meg ezt! Ez a teknős volt Donnie-nak a kedvence. Épp ezért Donnie mindig is imádta a teknősöket, nem úgy, mint a többi teknősre, tudod? A teknősök viszont nagyon is emlősöknek látszanak. Nézzek én néha, nem érte valójában mi a fene van, de én viszont nem lenne be a szeriket. Sajna nem érted igazából. Először is. Ide kell hívnunk valakit, aki pontosabban bevállalja ezt a dolgot. De viszont ezt az ügyet csak ő tudja elintézni. Szóval azt az ügyet. És egyáltalán ki fogja legyőzni Cedricet? Tudsz-e valaki ilyen olyat, aki pontosabban bevállalja? Tudnék hát? Oda tetszik nézni. Itt látja valójában, hogy mit ötélt, úgyhogy nagyon tetszik vigyázni. Cedric nagy ereje van, és legfőképp olyan lesz, mint Max Steel. Biztos, hogy nem bröffelsz? Nem bröffelek. Ezt tudja bennéd. De arra figyelmeztetlek, hogy mosott egyáltalán a hajat? Azt hiszem, hogy nem. Szóval a tanár éppen hív. Na menjél vissza, én meg addig elbeszélgetek. Maga nem jön. Nyugodjon meg, én meg addig boldogulok. Oké, akkor viszont. Viszlát. Halló, központ. Hívja ide Melint. Ismétlen. Kell ez ő segítsége. Hát, Roxy, én unom ezt a telet, már öntök vinni ezt az imankót. Hát akkor nem kellett volna így átöltöznie. Különben is, az kiszúrhatsz a szemedet. Hát, igen, mindenki ezt mondhatja. Hé, úgy lesz, hogy épp kapóra jön. Oké, jöjjön a Maxikó. Megvan! Elehallunk! Minél jobb. Bocsánat, kizessz. Hát, mi vagytok? Csak egy szállást szeretnénk. Szállást? Ó, már éltem szállást. Kezdtem már kapizgálni. Te hogy vagy itt? Te az éjszoknyára haszonítottál? Nem igazán. Nézd, a barátnőm meg én arra gondoltuk, hogy nálad aludhatunk-e. Hát, igen, persze. Beszélnem kell Wendyvel. Ez kis meditáció, ezt már jobban szeretem. Aztán...
Mi ez? Ez nem mi akar lenni. Hűha, azt hiszem gazdagok vagyunk. Kaptunk-e 100 helyet? Bármit, hogy én kaptam. Hiszen tudhatnád, hogy mi együtt osztozunk. Hiszen nekem is pont elég. Ó, nem, az az én álmom volt. Kívánjál te magad? Tisztelt, Zizi. Á, jó napot. Tiszteltem, Tetti kisasszony. Ugye, nagyon cimények látszol az évvel Hát, viszont, jó, akkor üdvözöllek téged. Gyere és iszunk egy jó pálkósával. Ezek mindenki beleőrülnek, hihetetlen. Ez jól égeti a lábam. Fájó, csak nekem nincs egy cipőm. Szerint apa a szomszéd. Kérem a maradjon az árnyékba. Képzelje, hogy mióta lett ilyen forró? Kamerának hívják, és remélhetőleg olyan forró, hogy még grillezett csirkét is láttam. Hiába engem nem nézhet madának. Beszélhetnék esetlen bent, ha megkérhetném. Szóval szabad lesz. Na jó, teszek egy feltételre, hogyha oda parkolhatok. Parkoljon az árnyékba. Remek. Egy isipisit jobbra. Leszik, jól betette a betevőjét. Tenni be a szüsét. Azt nem tudnám, hogy juthattunk el ide. Egy baj van, hogy nekem nincs egy jogosítványom. Na tessék. Na, hadd halljuk ezt a hírt. A helyzet viszont komoly. Túl lényege, hogy Freddy meg én, mert ti mindannyian úgy döntöttük, hogy szépen elmenjünk szépen Balaton elére. Jó korán reggel felébredünk. Korán? Tudhatnád, hogy olyan szálpat leszek. Hát akkor ti most megbosszáltak szépen az arcotokat. Tudhatjátok, hogy Daniékat kell meglepnem. És épp ezért a szultának lesz valami szülnapja. Tényleg szülnap lesz szultának? Az ki tudja. Csak még ez a probléma van, hogy az egészet elkötöttem. De akkor majd a Freddy autójával van? Velem? Az ki van csukva? Megesküdtem az, hogy ő nem teszek ilyet, ugye tudjátok? Ez 50-50 man. Úgyhogy no commento. No problemo. No speleto, vagy nem érdekes. Szigyeljék, hogy az autót nem vihetitek el. Hát én ezt mondom, maga vezet. Hát miértem ezt mondtad, te együgyi? Na és hajkói, kerünk fel. Hajhánom, kóiz, azt akarom, hogy még jobban éppen legyetek. Minél előbb éppen leszünk, annál hamarabb odaérhetünk Balaton elére. Szóval van még kérdés? Még egy kérdésem van. Na mondd. Miről van szó? Esetleg szabad vészélni egyet? Persze. Na, mit gondol, Félikém? Ezek nem tudtam, hogy leestek. Nem baj. Szóval, csóróli és indulás. Úgy leszük a vértlatlapba, aztán, de amit te mondtál, indul a mandula. Szóval, elmondod nekem, hogy legyen az a terv? Megmutatom. Ez lesz az, ami pontosabban ki fogjuk katapultálni magunkat, hogy tesszük.
Csak nem az én autómmal szélsz. Hát persze, pont az az autóval, ami ott pont ott van. Hé, nem nyúlk a piszka! Hogy Frédicet zajlózi, nem tudunk menni a Balatonhoz. De aztán maga fogja kifizetni maga balfászán. Úgy üvölt, mint egy falkas. Na mindegy. Csomagolni, indulás. Szóval mondok neked valamit, ezeket kell lekulázni, ezeket a világokat. Szóval vágod ezt a szitut. Hát szép belén, ezért járok valamilyen tanfolyamra. Na és mi csinál Frédi? Frédi bevelünk jön, épp ezért igen, nem azért mondom, de ő itt a nagy ősök felehőse. Kívánom ezt kimondani. Az én kedvesem. Mit mondjak neki? Talán mégsem megyek velük. De addig is nézd meg Wendy-t, amit csinálgat. Oké. De majd tajszkatunk. Ezt bírom. Nagyon szép, hogyha ilyennek látom. Melin, beszélhetnénk? Mi a pálya, Freddy? Csak azt akartam mondani neked, hogy arra gondoltam, hogy ezt a kirándulást azért kihagyom. Arra gondoltam, hogy legalább bögd már ki végre, ami folyik itt. Arra gondoltam, hogy maradnék a barátnőmmel, mert olyan cukinak tart. A bőre olyan szakál, aztán akkor is tudni vagyok. Csak visszelsz, ugye? Nem visszelek, tényleg igaz. De te... Egy pillanat. Tényleg nem jössz velünk? Nem akarod megünnepelni a szultának a szülinapját? Nem, kösz. Nekem a... megvan nekem a gazdám. Úgyhogy nyugodtan mehettek. Hát jó, Freddy. Úgyhogy hiányozni fogsz. Öreg halszosz. Öreg halszosz. Végül is nem lehet olyan bénta. Én csak azt akartam mondani, hogy nem lenne gond, hogyha Freddy veled maradhatna. Hát nyugodtan maradhat. Mi jutott Freddybe? Tehát a beléd lakszunkba. Na ne visszállj. Míg ez szubidubi észre, letölnem a videót a képedről. Azt hiszem, nyertem a pályámat, lúzer. Úgyhogy, Isten belétek, lúzerek! Akkor tajzhatnánk esetleg, nem kell. Nekem azt indulnom kell. Menint, te érted ezt? Aztól függ. De néha nem értem igazából, hogy Freddy miért nem jött nekünk. Mi a búbánat volt ez? Nem akarnék ezzel szivakodni, de azért a helyedben viszont itt hagyhatnák Freddyt. Igazán van. Hát akkor készülj, Wendy, mert hétfőn iány Balaton Beach. Gondoltam volna. Te körülj, Jazz? Most itt a fejben állt a vezetőt. Ó, édes kis pogánykám. Te hol szerezted ezt a tátuszpaipát? Köszönzőmből kértem, ingyen volt. Édi, most indulnunk kell. Hát egy jobbulást. Köszönöm. És minden jót kívánok. Ugye tudtad, hogy elmenjünk odéért? Igen, azt tudtam. Erre kíváncsi vagyok. 5, 4, 3. 2, 1, 0. Viszlát, Kéro! Enyém lesz a wifi-tek, ha nem jöttek vissza! És így is kezdődik az új életem, óriási. Jó reggelt, Freddy. Hát te nem mentél velük? Izgat. Épp eszége jól érzem magamat itten, kettesben. Nekem úgy tűnik a nem. Mit művelsz? Ma mi is szedjük a szokunkat. Álljon csak meg, ezt nem ezt beszélgettük, asszonyom!
Jaj, kikapott a végsz. Most mondd meg őszintén. Az volt a központi pályaudvar, vagy hogy köszön nincs nálad ottlan. Azt hiszem megjöttünk. Így. Mi csak a vendégek. Kedvenc okolom cinikém. Maguk is a felelősökét jöttek. Ez szerűen hihetetlen. Engedje meg a bemutatkozom. Az én ember, ő pedig a kisfogom Wendy. Én a növéhez vagyok, tök mindegy. Csak azt szeretek volna kérdezni magától, hogy maradt esetleg egy hálószoba? Én azaz balomian örülök. Jöjjenek kérem. Mutatom a hálószobájukat. Au! Vigyázz már, öreg! Bocsi, csak gondoltam, nem szoktam ez. Te, nem ez az? Bingo! Parcsoljanak, ez lesz a saját lakosztályuk. Úgy lesz igazadék, nem tudom, hol lehettek. Hát, nagyon köszönjük. Nagyon is. Mit mond? Akarom mondani, nagyon is. Valami szükségetek van, akkor én lent leszek. Itt az idő, ahol találkozunk a felfelelősökkel. Mit gondolsz? Remekül hangzik. Te nézzük meg tanékat. Wow! Mely? Azt hiszem nagy baj van. Mi? Nagy baj. Jó, emelve tettem. Oho! Juhú! Jippi! Jahaha! Ilyet és soha nem mulattam ilyen jót. Megad kérdezem, ami folyik itt. Szevasz, menj! Éppen széggel bármit küldök ide minket. Állint! Miért? Megnézem. Még elfelejtettük a nem olyan szépen dolgom van. Nos, beszállhatok a pókerba. Ki volt az a jó madár, ki jelted? Megvannak a ruhák? Megszedik. Nem tudhatja, itt vagyok. De menjünk a mi erdő. Hello! Mit akar? Magát a szemét. Mister! Azért jöttem ide, hogy... Nocsak, csak nem tennél. Ja, ne félj tőle, végül is lapod, jó fej. Mindjárt ide jött. Cedric, jött valami megjelent. Na nézd, csak itt van a jó legkis pisis. Fiam, ne vitatkozz vele. Elnézést kérem a lányomért, csak akarod a fiamért. Csak olyan zakkant. Nyert rá. Végül is, mindig is megezett úgy, hogy éppen szégyel, itt vagyok. Engedve utatkozzam. Nem jó jó szétál, ő pedig a fiam Cedric. Ő fogja örökölni egész Balton felett. Köszönöm. De igen, elég lesz nekem ez a nagy haszú. Nem szeretnék beszélni Melinnel. Jó van. Majd jövök, hogy csak el. Attól tartok, hogy nagy rajongója vagyok, éppen szégyen rajongók a felfelelősökét. Én is. De ha megbocsátasz, most rengeteg dolgom van. Jaj, fölnyek, a hideg futkoz a hátamon. Ne aggódj, majd mi kesszűbe fogjuk tudálgatni. De addig gyere. Na de mi ez Pálinta? Majd Pálintot lehetnezi. Ez aztán jó nagy szívász lesz. Szóval annak gondoltam, hogy megtaníthatlak téged úszkálni. Hát igazán kedves. Végül szalszal felejteném a felelősséget. Jaj, te kis, látlak. Nem egyek, mert hittani. Ezt válszáltam. Hát ezek jó éneklik. Ahogy mondod, na nézzük meg, mi van a szüleinkkel. Hát nem gondoltam a kedvelve ősüket. Ide figyelj, te zűvadász! Azt ajánlom, hadd békét a jégkat, ők az enyémek, és nem engedem, hogy a jött-ment játék elvegye tőlem. Figyul, nem értem, mit akarsz tőlem. Hol majd az a koktél? És még valami. Nagyon hálás lennék, hogyha befejeződ az idétlen bohózkodást.
csak nem akarsz engem fejjelenti. Ho-ho-ho, így is jó. A felelősök megmutathatják, hogy mit tudnak. Nem ajánlom, hogy újat hozzák. Csak vigyázz, mert megijedek. Mert az láncolnak. Hát, ez hihetetlen. Cedric miatt kellett volna aggódnom. Épp eszébe nem tudom miért, de egy lehetőségű volt. Tenni, kezdjél szomagolni. Mi? Tehát mi most jöttünk? Nem azért menjünk, hanem szépen megnézzük Lindát. A régi ismerősünket. Az más. Induljunk. Csajok, vigyázzatok addig a házukra, amíg visszajövünk. Érted őket? Nem beszélni magyarul. Figyelem, figyelem, figyelem! Az egyetlen Balaton utazási Drávez apartman szerző nyertese Julius Caesar. És megkíni a tisztegyenlőnöküket, hogy nem guljanak a mentőjáratukhoz, mert az megsérti a kutyuikat. Köszönjük a tisztelt figyelmüket! Jó nyaralást kívánok! Hamar a fához, készüljük fel a kilövéshez. Szent Hippokrátesz, ilyen faházból nem tudta, hogy itt rejtek hely is van. Ó, valaki ide hozta. Nagyon tetszenek lehetni, mert éppen szége ide rendeztük, amit ott volt el fog fülkálni. Na hát, ebbe a faházba volt elfogfélike. Azt hittem, hogy ez csak egy közösséges faház. Pszt. Lehet itt telefonálni? Szolgálják ki magukat, mi addig egyébként? Csőcső! Vaj, felhívom mindent. Nézzük csak a de nagyon mindent, mert a végét csak kárba visz. Nyugi, mikor volt már az, hogy egyáltalán kárba veszett? Most én képvizelem az egész tagságát. Fizet vagy felbondunk, mert így nem életez. Higgyétek el, papák, én csak óvom az első kölcsét. Vigyázzak a pénzetekre, nehogy megint elköltsétek. Nem bírjuk a szimamodalát, lelépünk, kelszem más pajmadat. De jó ég, bárszak ne tettem volna fel mindent az ötödik futamban. Ha a szálloda beszéltük, mehetek az utamra, és csak a hétvégre közelek. De majd szigerülnek kellett. Gondolkozz pozitív. Ez az! Nézd a jó oldalát! Hogy a jó oldal a feletelenségtelet. Szép napot kívánok! Itt a Balaton lelei központ beszél. Szervusz, Linda! Mindig ének hívtam régen. Nekem még régen. Itt Melin, hukacskám. Hogy kicsoda? Á, Melin! Na, mizuval hugiszál? Kockának hívtam régen. Értem. Szóval megvan a fele-fele hőszplakát, amit én kértem? Meg, hát persze. Te Linda? Ez a hétvégén szabad, nincs nálad kedvezmény, hogy ránk kise érvényes. Hát, a csodás barátság így éveket. Tényleg? Na hát, ilyen egy igaz barát. Szintén kéne nekünk egy autogram a felekre ősök közt, és itt van az ígra. Esetleg tudnál nekünk annyi valami a telefon számát? Természetesen. Hiszen egy csak megteszem mindent, amit kérsz. És ha... Maga köhög? Ja, nem, dehogy. Szóval, egy múlt dolgunk az arról, hogy ha oda menjünk a tanárhoz, akkor megismerkedünk a barátaiddal, és akkor meg lesz az autogramot. És állok minden költségét. Ugyan már ne viszel, Linda, miattad kiül a bukszát, az üzletem viszont bukszában van.
Ha nem győzöd meg így, akkor legyen ingyen. Köszi, mert én akkor hétvégén átlak. Nos, mit mondott? Azt mondta, hogy davárolja. Na, bújjunk ki! Ezt nevezem, ez a melik gyerek nagyobb balek, mint a szokéves átlag. Ha éppen széggel rávehetnénk a végköt, hogy szépen megismerkednek velével, akkor vége szabadon leszek. Már el is felejtettem, hogy is hívtak régen. Lindának. Hiába a fejedbe pezeleg. Csendesen kimásztak. Beszélgetettük, utána meg lehet, hogy ez megvan. Ha itt lesz Edlik, akkor biztosan meghívnak. Akkor előre. Na rám, a teik szétállunk, pontos, mit mindig. Üdvözlő, drága barátom, minek hívattál be? Tudom neked egy rendkívüli pikavért, csak önnek szétállom, tesszék igyál egyet. Hát, akkor felőkig. Mi van benne, amit úgy hívják, mérgezett alma? Ellen nem is lesz szükséged. Szélbámákat. Jó, szesz kívánok, szélzálom. Nos, földünk, sikerült eltapni a szélzát. Itt legalább tanék nem vették észre az, hogy itt van. Tele váltó. A nyújni szélre nézett. Nem csak az egész bátort foglal be, hanem az egész világot. Mindig nem értem, hogy ebben a vissz. Van itt. Csak nem töltött valami szélzával. Szélzával onnét veszeljett. Hát, de nem szerintem, hogy azt hiszem, hogy szállsz még. Ne, ez én ne fakja, én mindig is szeretni fogok, de dolgom van. Majd tajzunk. Vajon miben szántik el? Hát, mert én nagyon örülök, hogy engem befogadtál. És hú, nézzenek oda. Úgy leszik, hogy ebben a házban laktak. Nem, ahhoz komolyan. Nekem nem kenyelme a pszichókusz-pókusz, pedig nagy előtte rájtítam, merinkókusz. Ha megettük azt a rendkívülre, azt mondanám valót, akkor elmagyázom a TV-ben néz, elmondom, és beszart. Jó, alfaladt. Nézzétek, hogy ki jött. Bemutatom nektek Linnát. Ő az, aki pontosabban világi fog rá. Vagyis, hogy rátok. Na, hol majd a vacsora? A drága lányod elhasználta. Elhasználta? Minek? Egy Freestone halnak. Nézzétek,
míg odaakta hozzá a kedvenc kanapémat, és ütöl ezeket. Ezek boldog házak. Hát én szóval mondom, őtek házak. Komolyan mondom, teljesen boldoggá teszitek a saját anyátokat. Végre alig várom a rendkívüli vacsorát. Nos, mi a mai vacsora? Bálint, itt állok kvasz nélkül éhesen szakadó eszébe. Maga okos ember, művelt ember, találom ki valami jobb megoldást. Legalább átmehetőek vacsorára. Ez nem gond. Nekem van néhány szuszém, ha érdekelne. De hívnak a szüleim. Úgyhogy addig is jó éjszakát nektek, és szép álmokat kívánok. Ez a hála, hogy befogadtunk hozzá. Ó, te igaz. Csak éppen föltögettem egy szeltörbébe. Azt mondta, látod, törpe. Hát ez marhára jó vissza. Neked még van kedved tréfálkozni? Hihetetlen vagy. Akászak. A nevelő nővéred. Bocsánat, de véletlen odaégett a szüntemét. Jó. Tányok. Megváltozott a terv. Először is holnap megnézzük Dalékat, és szépen... Mi van holnap? Akkor lesz utának a szünnepja. Ezt nem mondtad korábban? Hát ez óriási, végre szabadak leszünk. Súbidubidú! Ez aztán mászli. Először te jössz. Végül kiderítsük, a Dalék mit csinálnak. Na, fogad bosszni, szvázadázra. Holnap nehéz napunk lesz, és utána is. És te addig hol alszol? A kislány viszont nem alszik. Legalábbis nem akárkivel. Te egész, azt mondjam, hogy ilyenkor jöttünk ki. Tudod, mennyi elé vissza vagyok így ebben a szarkóban. Jaj, akkor viszont neked kell annom azt a perus. De ne fej, én itt vagyok. Itt van, hogy akkor... Adin. Hát ez meg hová tűnt? Hol a fenében vagy? Lehet, hogy úgy viszont nem ment. Kérem, Mr. Nekem jobb lesz, hogyha a krémit viszont máskor tartogassuk. Hát ahogy, hogy itt vagy. Csak ott megválok. Jó függék a lábaim. Eszett a kiád, ugye? Kezdjük be Dalékat. Ezt nézd meg, Odin. Ezt nem adom a léletnek. Mi oldom, amióta a lábaimban érzem a karamella ízét. Ázi. A karamella ízét érzed? Valami ilyesmi. Csak még egy kérdésem van. Hol a túlomba találjuk Dalékat? Tudom, hogy menjetek a bizáim. Átmentek ezen a szemben jobb egyenesen, és ott megtaláljátok Dalékat. Itt nem kellene egyáltalán money tennetok. De azért fizetetek kell. Nosza, itt a hitelkártya. Hitelkártya? Ebben a hitel? A fene. Én meg addig kipedálok minden őpet a leingünket. Csagolni, indulás! Képes volnál szívval nyugodni, amikor örökség, örökvérű, szaládi kriptánk van. Hiába magyarázod nekem szívi. Várjunk. Ott lesznek azok. Ha jó. Hát te mit akartok? Mi szerint Danihoz jöttünk, de nagyon örülök annak, hogy végül látszunk téged. Kérhetnék ezeknek autógabot, mert a szultának lesz valami szülnapja. Vagyis a szultának lesz neki szülnapja, mivel hogy 70 éves. Na, várjatok a minutat. Én mondom neked, egy vagyont lehet nyelvni. Mi színálok ottan? Nem is tudom, te egy feszélyke feszélynek, vagy nem feszélynek. Egy biztos. Én kíváncsi lennék a szülnapjára.
ha majd eszem egy kifát. Á, drága legtöbbikám. Ti? Jó, ég, hát úgy kerül csak ide. Épp eszégre hoztam magam mezgúpant, tesszék. Fogad be a játékba, hogy majd délután jártak át, mert éppen egy meglepi vacsorát csinálok. De ugye azt tudtad, hogy bármint ebben figyelget. Na, megyek vissza a fegyőbe, és ne próbáljatok semmivel. Na és miért nem? Azért, mert nem vagytok ti meleg szereplők. Ez eléggé kemény dió volt. De mi kemény dió? Amíg tanék idejönnek, addig a búzsal megkasztakszunk. Hoppá! Tiért épp az ég voltam. Na hát, Merlin, hát te itt. Mi az, hogy? És a kuponnal biztosan sikertartok. Úgy látszik, hogy Daniék viszont ezt nevezik róla, a fele-fele hűz, hogy teszik. Azaz, bármilyen örülök. Hát akkor érzétek jól magatokat. Köszönöm a lászatta. Gyere, Odin. De tényleg úgy nézel ki, mint a szörös gorilla, aki pont a szabály ütette ez kamion. Amióta a kórházból kódusból csinálják. Vaj, ideje búcsút venni ennek a hisztérikázó törpének. Látod, holgász, így jön be, így jó. Remélem nem jöhetek egy kígyó. Még az kígyó, ha felbukkanna, az nem lenne rodda. Te csak egy bugyot a benne mondta. Hát, nagyon sajnálom, főnök. De azt hiszem, hogy Dani és vele együtt Erika egy beszélgel elindult a menények házába. De nem tudom, hogy utánuk tudnék követni. Az engem nem érdekel. Talán annak ki valamit. Tudni akarom, miben szántik álmaim. Küldjék oda valamilyen kíváncsi lómait. Hát, megpróbálhatjuk, de nem elég kemény dió. Fogászok, ha eredményt étik, körbe mehettek vissza egerészni. Én most cincogok innen. Hát akkor ez az egyik római kiesett. Freddy, tudnál esetleg vigyázni, amíg én beugrok Merlinékhez? De hogy nem szíjad, menjed, csak mi meg addig elvévezgetünk egy nagy happy endet. Ez drága Frédikém. Erkölcsi faltől. Igen, faltölő kos. Kapitány, megvannak az elkövetők. Akkor teljes közelőre. Az Frédike, üdvözöltessük a barátainkat. Hoho! Na, nem is köszönnek. De mióta van ez úgy? Megoldom, honnét van az, Freddy. Megtámadtak minket a kalózok. Bolygák, pörkölt vagy itt csinál a pelőtet belőletek. Ezzel a maszkával nem tudtak engem lenyűgözni. Két a tetsz, ez tűz. Ezek nyakunkra szózzák, na húzunk innen. Elmenekülnek utánok. Ne hagyjuk őket meg magva. Béni, dobd rájuk a halakat. Rendben. Itt a halatok. Jó étvágyat. Ó, ezt hiszem halba akasztunk. Juhuhu, Freddy, te vagy a király. Bizony, egy mesternek mindig kiáll. Ha megettük a halat, akkor elmagyarázom egy perc alatt. Jöhet a halfalat. Kapitány, most mit mondjuk Cedric úrnak? Azt mondjuk, hogy ki vagyunk rúgva. Le vagyunk taszítva. Lefogadnám, hogy itt rendezem meg. Az biztos. Néha nem értem, hogy miért pont itt rendezi meg ezt a... hogy szívjákat. Nem tudom. Látok közelni valaki ott. Úgyhogy most nagyot alakítok. Föt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 
Hát, most ide találtunk, bizony útba igazi tászának taszára. Hát, Isten hozott benneteket. Úgy látom, felkészültetek el felcsúzottan a bétre. Gyere, bejött. Itt vagyok. Nos, ha már úgyis készen vagytok, felkészültetek egy... Igen, persze. Remélem, készen álltok el egy szájbalos szólt hamburgerekre. Na jó, ezt úti a begőzőt. Politikák, erről is jut eszembe. Ez lenne a párodság is. Maguknál lóhúzból szírják a hamburgert. Tényleg. Szerintem lesz hihetetlen. Na, mit gondoltok? Ti is érzitek? Nem tudok kikapcsolni. Ajajajaj. Mi van ez a szörtel? Ne! Lefogad valami itt bűzlik. Hoppá. Ez én magunk fogják kifizetni. Öregek. Ez volt az utolsó zenbabába. Tudom, miért akartad kihasználni, hogy bánintott piszkálgast. Hát, hogy is magyarázzam el nektek? Igen. Pedig mi bebíztjuk benned. Na, menjünk. Mondj csak, kislány. Van valami bajod? Hát, Daniékat akarta lenyűgöztetni. Épp összége nem tudom miért, de... Lehet, hogy bár itt valamilyen készülget. Nyugi, itt nem fogsz emlélni esni az esőt. Pedig most már esni fog, én mondom. Tudod mit? Elmegyek Salútra. Jó, hogy itt hagyták nekem ezt a pászát. Piszasszony! Nagyon állom, de szerintük valamilyen készülget. Úgyhogy a penezéjét... Átvázoltatok. Na cső-cső! Kiszasszony, váljon! Már késő. Na, ez a veszélyt. Jó iszi. Tiszta hínná vagyok minden. Hát ez meg mi? Bambi? Linda? Szkaszok? Te jó ég. Helyető vagyok. Ahó! Hey, valaki! Ahó! Minden hiába volt. Direkt itt rekedtem a szállókászlatén. Sehol senki. Hát ez mi? Azt hiszem, rossz Balatonra jöttem. Meg kell szabad ágyakat. Na jó, fagyjálat. Lányok, hála az Istennek, hogy ti életben vagytok, de hogyha ti itt vagytok? Meri? Hát te hogy életben maradtál? Ezt tölt a épeszigál, hiszen a hepehú szubidubisztán vagy valami. Ja, vagy úgy. Szóval szubidubisztán, miket beépeszigál. Ugye azt tudtad, hogy nyitva volt a kapu. Ó, én szerencsétlen. Ti ebbe állítottam ezt a maszkot, hisz mi volt az eredmény? Hát ide szodolt engemet a szél. Á, nem kis pályász vagy. De elmondanám neked, hogy ez a pálca nagyon íz állat volt. Egyáltalán nem volt állat. És különben is, hol van Linda? Gázik azzal valakivel. Miért? Legjobb ez, hogyha én megnézem.
Jó, mert jöttek nekem valamivel. Ennek teljesen elment az össze. Várjatok, majd én beszéljek vele. Akkor csak mi ketten. Bizony, bizony. Azaz. Talán a kiskasza tudna nekem segíteni. Meli, várj! Nem gondolt, hogy egy picit elkalandozom? Hát dehogy kalandozok. Csak megpróbálom lebeszélni az alkatyával. Légy óvatos! Szóval, tisztelt kasza úr, éppen szégyen nagy, hatalmas bibliára kerültem. Tudod, hogy éppen szégyen majdnem itt ragadtam ezen a szigeten, de nem tudná esetleg segíteni, ha szépen megkínélek. Mi az, csak nem hallgatsz valami zenét? Na tetszik, ő lenne a kotó, én pedig a nagy szultána. Vagyis, hogy én lennék az a doktor Szöszi, ő pedig a doktor Bubó, vagy valaki. Hé, Csajci, nem látod, hogy éppen figyelgetek? Éppen szége vadász idé vagy, ugye tudtad? Szent Isten, jobb ez, ha megyek. Látod, mert én megmondtam, minden meg fog változni. Te még sem hallgatsz lám. Csak éppen nyomod a nagy retrót, és aztán meg mi az eredmény? Éppen széggel hülyét csinálsz magadból. Te velem ne szálljaj. Éppen széggel itt rögettem a tengerparton. És ez volt az eredménye. Ha nem teszünk gyorsan valamit, akkor Zeddig megszerzi azt a mágikus pászát. És akkor Dani minket itt hagy. Ezt muszáj elhozni. Tehát hogy? Hiszen látni sem akar. Hát, te nincs meg megoldás. Csak is egy lehetőségünk maradt, hogy én szembeszállok Cedrickkel. Nem is tudom, mert én tényleg azt akarod, mert én nem tartanám jó ötletnek. Csak hogy én sem tartanám jó ötletnek. Magasságosokat nem gondolt, hogy itt találkozunk. Már pedig igenis találkoztunk. Úgyhogy Szaszinak hívhatsz, hiszen ennek. Kezdve nagyon fájdalmas a Demi, de tőlük át a témára. Ezek orvodások. Na jó, ezzel nem lettem legyűgözve, gyorsan elbújni. Én mondom neked a matyika teljesen befizet a bőszuszkáját. Sedrik, egyet ahogy fogsz állni. Hallod, ezek tanékról beszélnek, pszt, hallgassunk ki a csukokat. Lenne egy baján. Ha átadjátok nekem azt a varázspászát, cserébe megkaphatjátok a szabadságot. Hogy tetszik? Elégéjét. És akkor mindenki a szőke viszontani, hanem azt a szőke viszontani. Engem akarnak? Hová jutottam idáig? Tépehez. Miért nem mondtad el korábban? Nem bírtam. Hát ott állszer Zizi voltam. Zizi? Annyia voltál, Zizi, hogy végül be voltál rúgva. De hogy az ajtó lett belúgva. De, ezekről miért beszélgettek? Lehet, hogy a fák viszont belettek rúgva. Látod, mi történik akkor, amikor éppen szége a vadászok vadásznak lánk? Ez történik, hogyha véletlenül piszkálgatod Daniékat. Hidd el, én megpróbálok azok valamire, de... De ismerek akár valakit, aki segíteni tud. Tehát én nem értem ezt az egészet. Mondjam, miért kell ez a teleportáló? Pásza, vagy tudod, hogy értem. Nem jött át a pászától, de úgyis csak egy kicsit. Ettől a pászától biztosan már megkövetünk. Hát jó, akkor kezdődjék. Néha nem értem valójában ki vagyok, de úgyis be voltam én rúgva. Na baszka vajon, hova költünk? Na, mi szólsz? Ez tármazta, ahogy mondott. Ti mindig el szépen utána, ó, ez kínos. Én mondom neked, te teljesen nem vagy dobban. Egy lúzzel meg mindig, úgyhogy bacsát bent el, nekünk bacintulnunk kell. Hát jó, szia, oka.
te ezt látod, amit én, ahogy mondod, de négyképpen messze állnak. Kérem, hogy idehez elkövettek ezt a kis gézengúzt. Na itt jön. Te csak 40 napig itt él, akkor Meli? Csönd! Legalább most fogd be a szádat. Figyelj, ne esszük semmilyen pánikba. Már pedig hogy ne esznék? Elvesztem. Daniék éppen elindulnak, hogyha lekészem a szalkavatot, te ezelőtt a felsz. Még hogy én? Te veszélsz, amióta bandá tetted őket? Mindjárt elszívom magam. Ti bózkodtatok azzal, hogy féltek az emberektől, ti tettetek tönkre mindent, ami fontos volt nekem. Nekem te nem magyarázd be a fontos, a gyerekhez viselkedésed, de az egész ugyanez volt veszélybe szolgáltat. Buda, minden megkeszít nekem? Az egyetlen gyógyítás kulcsa az volt, hogy Szentik éppeszélje a varázspászát akarja, ahogy képes felrobbant egy egész Balaton. Én vagyok az egyetlen, aki ismerjük a fegyvernek, add engem. Na is? És te vagy értem fel, hogy én mindig nem jutottam el arra a tanfolyamra. Fogd már fel, hogy te egy rajzolt karikatúra vagy. Nem vagy se igazi ember, se egy ilyen fiú, hanem egy rajzfilm figura vagy. Lerajzolt mesefigura, egy ószka kis kaszat, érted? Különös helyzet van tűzki szemben. Én boldog úr, mit te áldja? Menj csak hold korosz, ne is leszak. Bolygó kicsi golyó. Ezt pedig azt mondják, hogy én vagyok a legszebb. Ez palaszár. Mi az? Jaj, mit történik? Azt hiszem, hogy én most... Fogd már fel, hogy te egy rajzolt karikatúra. Drága öreg Cedric, úgy leszik Daniékat jól bezártad őket, innen legalább nem tudnának kijuttatni őket. Mivel, hogy jól belakatoltam, Krat, igazán, nagyon kösz. Ja, egy feltettem. Egyrészt viszont nagyon is kedvelnek téged. Más is öve ki vagy rúgva. Fáj, mi? Miért? Talán agyadra ment a madagaszkári koktél. Kirúgatlak azért, mert véletlenül Melinne, vagy hogy a drága lepálintot akartad megvédeni, és te vagy alkalmas rá. Jobb lesz, ha te most eltakarodsz. Várjon főnök, ezt úgy érti, hogy... Leopold, most már van állászat. Juppi! Vacsora után elkezdhetjük a második módszerhez. Ale, ébresztő, iskola van, pálinkás jó reggelt, ébresztő, ó, hűha, nem is gondoltam, hogy ilyen szépnek tesszük lenni. Mi történt? Várj, ez kis miniatűrre maradt, és én nem tudom miért, de igazából remek kizorlasz vagyok. Mióta van neked között, bármit, hogy erre a képre gondolsz? Figyeljen! Én majd gondoskodni fogok a Melinbe. Melin? Miért? Nyugodjon át. Egy kis fájdalmat érzelek. Főnök, meghoztam egy kis diktafont. Oké. Ez nem diktafon, hanem valami szüli. Oké. Na, vigyázzon, mert ez nagyon fájni fog.
Miért? Elég. Na, hunyja el szemeket. Na, majdnem elveszett. Na, szemlélt. Minden a legnagyobb lámpa lesz. Szép álmokat. Szegény kis kölyök. Lehet, hogy itt kell maradni a diába. Attól függ. Attól tartok, hogy internet leszünk valahogy megmutatott. Bár itt teljesen bekaptad, így tehát... Lehet, hogy nekem kéne megmutatni. Úristen, akkor mi egy hétig hiába vírasztottunk. Nos, akartam elnénéjével, meg kell látogatnunk Mellinéket. Direkt elpocsékolni a pénzemet, miközben nem mentem szendékkel százégül. Egy bója, tökéletes. Na, itt jó helyen vagyok. Hé, majdász, nem látod, hogy befoglalt ez a hely? Miért? Ez valami vészély? Igen, amit te most mondtál, ez a klotyó, amióta én dobok. Na, lesz-e? Remek, itt elgett az a kereskedőjel. Segítség! Na, ott azzal ki oda, mit jövök? Jaj, köszön! Scott? Hát, ide így volt, de valaki biztos, aki rúgat meg a hancsók is itt a repülőnek. De nem ez itt a helyek. Scott le akarja fogadni egész panatot. Az én fiam, nem Azt gondolja, hogy ha legalább elmondom, rohadt tanfolyamra, akkor tudja, hogy fogja szemlítsen. Folytatni tanfolyamra, de aztán kulát neki. Ezt én mondtam, hogy kulát neki. Scott, fordulj vissza. Meg kell kezdnünk Bálintot. Hívd a Scott kapitány. Motus úr, az úgy látom jöttek. Úgy kórházhoz mennek. Na majd én megnézem. Én mondom neked valami történhetett Bálinttal. Bizony, ha egyszer elkapom, akkor úgyis megfojtom. Bocsánat. Ha Bálintot keresitek, ott lesz azon a kórházban. Biztos, hogy itt lesz. Linda, te szólsz Wendynek. Én meg megkezdem Bálintot. Szokszikát? Bálint, mi történt veled? Mondd, jól érzed magad? Vége, mindenek vége, kampel fiúk, viszlát! Mit csinálok veled? Hát épp eszége megvédtem Danyékat, és amikor én voltam a felelős, és mit ad Isten? Épp eszékel, bikavért szűcsöketek. Megmutatom neked, de szájöbbít, és ő pedig a deszodol. Azt hiszem, ennyi bikavér mellék is lesz. Igen, menjünk szépen vissza, ahogy jöttünk. Hát nem érted? Látod a tetkómat? Ölventrekei vagyok, Morgitka. Szedd már össze magad. Bocsi, Melin. Ez kicsikét elragadtattam magamon. De már sokkal jobban vagyok.
Ez lehajzott rajzfilm figura vagyok. Pszt, még meghallják. Ez borzasztó, hogy ők nem vesznek vissza soha többé. Mekkora szívesz lenne. Ha visszamennének Danit, akkor Bálintét, akkor... Akkor mégis megláthatom őket. Bálint, te ez Lenny vagy? Csak, szép, a legszebb férfi kerékotot akarjálát. Oké, teszek legalább egy 800-t. Oké, és most? Mert van nálad esetleg egy csapat? Oké, a mantyavat teszem be. És látszok, ahó, magasszágos szegek, ez Melin, biztos odalent van. Hát ez hihetetlen, de hogy nem tudtam? Ide mindenki, Melin előkelült, tényleg? Megmelkültek, igaz Bálint? Bálint. Ja, hát ez szívász lesz. Ahó, Melin. Ha tudnátok, mennyi örülök nektek. Azt hiszem, kiálltok ebből a bujból. Tudom, vissza fogsz jönni. Tehát mit csinálsz oda lent? Hosszú történet, vagy később elmeséljem. Te ezt kapjátok el. Elkaptam. Szandi elkapta. Lenek voltál, Szandi. Most között oda a másikhoz. Várjatok, van egy jobb ötletem. Inkább ne segítsünk neki. Na de Dani, mi van a fejetekben? Kóna Light? Elfelejtettétek, mi csinál Bálinttal? Visszafogadnátok ezt a gézengúzt? Mi? Ne. Nagyon tévedsz, egy csicsalit. Bálint Télis fiú itt van vele, veszküszön. Hát, csirkefogó. Nehogy is hazudok. Bálint, gyere szépen, mondd nekik, hogy nem haltál meg. Egy pillanat. Bálint, gyere és fedd a kezedbe a dolgot. Ha, nagyon vicces. Lassza vagyok tőled. Hey, ho, hová tűntél, Bálint? Hazudik az a csirkevaló. Bálint nincs ott. Ó, Bálint, hát itt vagy. Légy szíves, köszön szépen a drága barátainknak oda át. Hajó, politikák, én vagyok Bálint, a felfelőző tagja. Nézzétek, ez tényleg Bálint? Na látok, Cseng Báli, mutassuk már meg négy a kézfogásunkat, ha-há. Csap be színbala. Mit valami bűzlik? Látszátok, puszi pajtászok vagyunk. Így van, Bálint. Na, kedve be színbala, ha-há. Jó, mert vagy jó, Bálint. Látod, ez tényleg Bálint. Na, azt szólod azt a kötet. Várj egy minutot. Miben mesztelkedsz? Szer. Ezt ezzel kiabáltam. Na jó, ez egy jó dajító. Te gyilkos! Nem! Fejelítitek a helyzetet, esküszöm. Maradj csak ott, remélem Cedric jobban letörje a videót a képedről. Nem menjetek el, nem hakítennek a szörnyeteknek a karmai közé. Na húzzuk a szíkot. Gyerünk gyerekek, nincs is semmi látmányunk. Szandi, mi? Legalább te ne hagyj el be. Szandi, ne, várj, gyere vissza! Menj! Lefogadná, vagy elfelejtették a szülinapomat. Boldog szülinapot, drága szultánom! Kívánjál valamit cukorbogár! Ácsi! Hol vannak Daniék? Ó, Daniékem! Na, épp eszéggel le vannak foglalva, valami tanulmányi leszkét vesznek elő. Nem akar esetleg bejönni? Majd rendeljük a tűzsületet. Ettől könyvtől nem hatottam meg. Itt le láthatja, képessége van nekünk egy pinyátánk, mert minden, ugye jól mondom, Roxy. Nekem mondod, építettek neked egy akutcsit. Na jó, nem világos előttem az ügy. Hol vannak Daniék? Követelem. Don't care.
ők elmentek. Molly? Éppeszége eljuttattak ki őket, mert Cedric valamit forrálgatott, és éppeszége Melin, a drága öreg Melin éppeszége megbolondította őket azzal, hogy adjanak neked egy autogramot. Ez kiszaszony. Ezért felelni fog. Feljelentést fogok tenni. Várjon, még megszem ettük meg a tortát. Kit érdekel a torta? Hazamentem. Ha nem kezd, akkor én a síjok között fogok élni. Néhány gyerek közt nem vett észre. De jó ég. Még kellett, ez volt az egyetlen szűnapja. Figyelj, nem azért küldtem el a szultát, hanem azért, hogy... Bár, miért is beszélünk? Nem ez itt lényeg, a szultának van szűnapja, és te elszívtad! Miért kell mindig elszívnod? Csak Daniékra akartam kijuttatni. Persze, Dani így, Dani úgy, blá 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 blá. Ez nekem simaiba. Nézzét, mit találtam. Meli, mi van veled? Áruljátok már el, miért hoztok ilyen kínos helyzetre? A szultának akartam lepni, és hála a jó lett Pálinnak. Most... Én vagyok a gyilkos. A gyilkos vagyok, készelítettem. Menj nyugaszt. Mondd, mi van veled? Az egyetlen szülinapi ajándék az volt. Na jól van, tudom. Épp veszéggel szultát akartam meglepni Daniékkal, de Daniék nem akarnak hozzám szólni. Valahogy vissza kell szernem az egyetlen autogramot, hogy megmutassam a szultánnak. Ez ki lehet? Aha! Milyen készül? Megállj, te bizok! Ne! Szer! Scott és Ted, gondoltam. Hello, hello! Na, mizu van? Ti meg mit kerestek itt? Havel, a főnökük diák kiugat, és így tehát Daniék éppenséggel a őszében vannak. Mert éppenséggel a maguk vagyonját akarják. De nem értek ezt szósze. Mit akarnak ezek tőlünk? Hát éppenséggel a szabadságotokat akarják, hogy idehozzák az új kölyköket, és Daniék véletlenül kirugatják. És ami a legrosszabb, nem láthatjuk Daniékat. Földem, és katasztrofális? Ugye, tehát katasztrofális. Hely, tapohály! Na most kap ez a nagy szatolletőteik! Ha meglátom, szafatokra fogom tépni, mint egy büdilákot, egy kis lákat, egy rohadt rákot! Hé, nyugi! Mit kell ezzel tenni? Tudjátok vele szót érteni? Mert ha nem álltok szóba, akkor előbb vagy utóbb elmennek. Holnap elhagyják az egész Balatont. És éppen ezért magatoknál államják. Tennünk kell valamit. De hát mit? Hiszen hallottad Daniékat, azt mondta, nem állnak szóba velünk. Érdekel, mi ezt a szülinapi bulival? Ezt mára leddeztük is? Valaki elszívta. Hát, figyelj, tudom, hogy ennyi aggossz emiatt, de mondanom kell valamit. Éppenséggel én Cedricnek dolgoztam. Mi van? Te egész végig Cedricnek dolgoztál? Molly, ez igaz, amit te mondtál? Sajnálom, de nem így alakult a dolog. Kis tréfáj miatt majdnem a szélpontok voltunk. Tudfajtás, ez egyáltalán nem volt fel. Fény, miért kell mindig nagy ügyet csinálni? Kapjatok le ennek. Megyek vissza Daniékhoz. Molly, várj egy picit. Mit mondtam? Ugye mondtam, hogy ő csak egy Vince Pisli. Fejjje, nagyon undi. Ilyen, nagyon undi. Megtennéd, bocsi. Megpicsunkat. Mi történt akkor, amikor Cedricnek dolgoztál?
egy családi titok, nem mondhatom el Melinnek, de Melinnek meg kell tudnia. Hidd el, Melinnek viszont megérti. Te úgy szerinted. Ha megbocsátasz, én a szomszédban leszek. Magányos falkaszként élek, és magányos falkaszként fogok meghalni. Na jó, most már kezdek nagyon szívni. Látod ezt a bort? A jövő áll a kezemben. Átveszem én a város kulcsát, és én leszek a balatoni miniszter. Te megveszel az igazam. Igazán elkötelsz? Na, bár úgy is itt vagyok. Hol van a hangatkám? Császedrik, beszélhetnék? Magunknál a bort? Persze. Foglalkozzatok csak én, mert veszek egy gyors fűtőt. Na, szívvel lehet, hogy szolgálhatod. Azt akartam mondani, hogy akit most beszélgettünk, épp ez ugye a bátyámról, én bármilyen van szó. Ez mi például Bálintról? Ja, már majdnem elfelejtettem, épp ez ugye meg lesz feltöltve, ugye tudod, épp ez ugye elvesztette az eszméletét. Teszik. Fájunk, csak azt ígérted, hogy nem eszik bátorlással. Tiek azt képzeld, hogy éppen azt teszek, amit bennem kell. Engem váltott ez én az, és nem téged. Azt kavarálsz, épp eszégen mennyi értem volsz. Ha vájunk, vagy mit akart ellen mondani? Csak azt akartam mondani, hogy felmondok. Nem. Felmondok. Mert nem hagyja meg a takonyból, viszont vagyis te. Várj, miért pont én? Mert nem állhat senkinek mellett közben. Úgyhogy én megyek is. Meg nem tudom arra menni, az enyém vagy. Hát többé már nem. És most mi egyen, Cedric? Megmondom, mi ez. Ideje búcsút venni annak a kis tölpének. Figyelj szépen, próbálj veled. Jó van. De nem jönnék vissza. Mondd meg neki, hogy kondítás mentem kódulni. Ez jó hangzik. Szavabár. De csak azt mondom neked, hogy bosszok alábbé, de nem vihetni az akartam, hogy ha vállalkozik. Tudod, azt mondtam, hogy akartam egy megnyomani szinten jelent. Nem tudom. Azt nem szerintetek. Jaj, már nem vagy én mondom neked, de valami szép hinne a fejemben. Épp ellenkezőleg, most jöttem csak észre. Több neked volt igazad. Hát nem vagyok egy valódi ember, csak egy önazott karikatúra, egy mesebedjel. Figyelj, az jó, hogy legalább te mesebedjel vagy, legalább nem kell emberként igazgatnod. De és mi az a tanfolyammal? Tanfolyam az, az engem is. Hogy csak tudjuk? És magadra tudsz hoppanni, mert minden meg egyet hazolok. De mondj mégiscsak a te szerelmet. És a szellem nem választhat el őket. És tudod miért? Mert te klassz ember vagy. Úgy is üzenkedsz. Inkább úgy nézek ki, ugye? Neki tárthatok én. Te igazából nem egy kis ember vagy. De mégis ma is akarod kezdeni. Tudod voltál. Hát próbáltam elbeszélni, de biztos, hogy visszafogok. Ebbe erre tuti a méget lesz. Jaj, de miért le tudnál jönni? Na, ez. Figyelj, sajnálom, hogy titeket
pályát, de most olyan egész. Hát persze, így csinálják ezek a felnőttek, mindig ölelkednek. De tudod, mit meg kellene, a tanár úrral viszont meg kell beszélni. A tanár úrral miért? Valami vizsgálat lesz, vagy valami. Vagy hogy én beszélgem mellé fogja megdicsélni azért, ami óta megmentek minket. Hát persze, még az attól függ. Nem jutottak. Akkor szakende baktas. Szóval legalább fogtuk egy tannat, és mi volt az eredmény? Az, hogy egy hablány nem csókoltuk meg. Vagyis, ha nem nősültünk azokkal a hablányokkal. Te jó az a gulegek. Jó, hát ad, dobom. Ja, nem értem állít a tavanában, miért megy el? Tudod, valami étekezz a tavan. De jó ég, ez jó szélvel. Merlin, de ez az kijött. De mi történt? Szent Isten. Július szélvel. Gondoltam. Mi volt ez a nagy patánia? Talán pedzéken nyomtatok valami patániát. Nem dehogy. Éppen attól függ, mert mi nyomtuk a szultánnak a szülinapját, és... Mondd meg neki. És véletlenül Molly elmondta, hogy Cedric áll emögött. Épp ezért Cedric lenne az ő bátyja. Tesszék. Azt hiszem, jól mondja. De nem bánta beszél. Micsoda szép kis ibolyád van. Megtennéd azt, hogy nem szagolnád a hajam? Bocsi. Amiben nem tudó, hol lehetnek Bálinték. Hát én sem tudó, hol lehetnének. Itt vagyunk. Nos, én voltam a megmentője. Hát te visszajöttél. Üdvártam egy másszat, láttatok. Hihetetlen. Ez most nevezett a helyzetek. Honnap legyőzzük szedüket. Na teszi, kiült a kólám. Na nem áll. Ugye csak visszajössz, ugye? Nem szedítünk minden akkor visszajövék. Ez kicsikét halkammal. Jó van, megértettük palmárat. De tényleg képes vagy már? Mert éppen szégyen le fogom győzni Cedricet. Ugyan, mert én túl fiatal vagy. Magát nem kérdeztem, orszabó. Az neved itt a lényeg. Holnap legyőzitek Cedricet. Mi meg addig kiuttatjuk Danyékat. És mi az a szultának a szülinapjával? Ne aggódj. Majd mi megrendezzük majd otthon. Tudod? Hát persze. Elvárultak. Hát dolgozni kell, mert nekinek ez nem vitás. De a munkából a potyács is kiveszi a részét. Azt garantálom. Nyugalom. Majd a Roxy és Molly megy. Merin, te leszel a csali. Vagy egy pillanat. Miért én lennék a csali? Mert majd te fogod telegetni Cedricnek a figyelmét, amíg kiveszem az androidot. Android? Hihetetlen. Már pedig nincs fel megoldás. Szemmel kell szállnunk Cedrickel. Elmegyünk szépen oda. És amikor jelentadok, ti addig szinte léptek. De hát én tudom, hogy ezzel mindig. Hát egy jó nagy államcsapást kapott. Igen, de majd mi megtrépáljuk.
Mi ez? Jó vagyok. Azt kérdeztem, hogy hol vagy. Inkább azt állni, de mit a feszedőttel? Se triköt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 
Nem, lefogja a boltvány, az összes helyetet azzal a boltványról. Vigyázz, mert az elektromos. Jó van, beszélek. Éppen át akarja venni az egész boltot, hogy új könyvet hagyja, és téged kizabra. Szerintiteket? Hát igen, mi szóltok ehhez? Mert nem tehettek szemét? Te ezt van a gondolsz a vényed? Bizony, azt hiszem, van egy ötletem. Nem hagyhattok bezárva, megfagyok a végén. Azonnal engedjenek ki, nem hallják? Odin készült, mert most rajtunk a sor. Ez állati. Elnéz helyetek kimenni és zárcsuk le rajtot. Készül bánát, bombolyász neked. Átoklád! Ezt mondom, jó figyelj, tervele. Most nem fogom jönni, hogy szedtek el, az egyszer biztos. Mondtad, nem jött a bátorságot. Ahogy mondod. Ez lesz az, lehet, hogy itt leszedik. Hát akkor előre. Na, akkor viszont az új gyerekek megvannak, már csak jött a második. A lebukás művészete. Ti ketten végezhetünk az egész butaságaidnak. Ez két betegség, de teljesen be vagy húzatva. Tök drágói, hogy nekem nem a kölykök kellnek, hanem a hatalom. Jó, te akartad. Vigyázz, nincs a kóba, és nem félek hatály. Hoppá. És most, ha bár úgy is itt vagyok, idén tipolni valakit. Sziasztok, Cedric. De tudtad, hogy benne vagy a Mikulász Sziasztában? Azt ne tudod, kislány. Olyan Mikulász Sziasztában, hogy megnyivasztalak. Wow! Na, persze, Lasszuk valójában, hogy is a múlsz felül. Gita baszi! Na, ez már lehet! Na, jó munka! Nem viszek! Viszik hideg vízhez! Szápán kedvét! Azt jelentek a viszikobrát! És volt elég a nagy finálé! Mi? Hát jól lesz! Amit csak használ! Jaj! Ez a mi területünk, úgyhogy lenne egy pár kívánságot, bizony. A kapcsolatod már megszakad. Miért? Ne! Ha fel fogom banni. Jaj, ne! Na jó! Bocsi, csak gondoltam, hoztam egy sítőt. Na most ellátol vagyok a szemlék. Hogy mégis ott képzelve bántod őket. Éppen szégyen megbíztam benned, de te elárultad a saját családfámat. Legalább könnyen ment. Úgyhogy nagyon sajnálom, de váljon. Kinyugod a börtönbe. Tudok ezt sokkal jobb helyet neki. Nem lehész a faluba küldeni. Adj csak tében azt...
Na, ezt megkaptam magáit. Ez megérdemelte. Fájunk csak. Még tanító nem kaptál te autogramot. Az autogram, oda kell élnünk minél hamarabb. Gyerünk, te ott a levághatjuk az utat. Hát, ahogy igazat mond, te lehet, hogy kéne folytatnunk. Ezt tudhatnád, hogy nem vagyok semmilyen tagadék. Tani, ki igazán kéne valami autogram? Tani? Mi történt? Attól tartok, hogy mi elkésztünk. Akkor gondolom, a Sammy ok. Venti? Azonnal fog jutni, úgyhogy rájöttem egy jó kis magyarázatra. Betegyek muszáj ezt? Hát te okoztad a vesztét, vagy takadod. Jó, tudom, mi a teendő. Hát te itt. Hát északéli akartam egy autogramot a szultánnak, de ha neked összemegyek, akkor én megyek is. Csak egy picit. Úgy látom, hogy a szultának van valami szülnapja, ugye? Te tudtad. Nem a rajongók a fantasztikusok, hanem azt hittem, hogy hát nem bátor. Hát én nagyra értéken vagy te, mit mondasz, de tényleg szeretnéd ezt az autogramot a szultánnak. Hát én ez... Na, mit csinálsz? Muszáj neki adnod az autogramját, Tracy. Jó, van rendben. Csak egy pár percet, amíg a barátaimmal rendezem. Mennyi szerintes jelesz? Jó, Adani, ha te már itt vagy, akkor itt írd alá, de gyorsan. Jó, én kell felkapni a vizet. Tesszék. Na végre. Te ugye csak egy... Menjek, nyú. Számunkra itt a vége. Hogyha el nem bohózkodtál velük, akkor így jártál. Menjünk szépen haza. Ezek se nem lesz szultánnak a szülnapja, ha legalább már tudnánk adni. Miért házott? Tendi, most te leszel okozat, mondtál. Fogasszol az órát, fejszék. Végülsz az a lényeg, hogy minden visszatért a kerékvágásra. Hogy lehetek ilyen így boldog, hogyha Merlin elfejtette a szülinapját. Elfel kis pillangocskán. A pillangó? Lehet, hogy nagyon azt a ajándékot adja. Jöjjön! Adin, kész vagy a rádékkal? Még szép, de... Jön a szultán! Akkor mindenki a helyére. A jó hiszőséget lett tiszta karékot, és te pártod azt a vakarékot. Mert ő a legjobb szomszéd, mert ő a legjobb szomszéd. Ő a legjobb kevebb barát, és régi harcosztálsz. Ájj! Merlin, hol vannak Daniék? Figyelj! Nem a Daniék a legfontosabbak, hanem hogy barátok legyünk, és addig örüljünk, hogy végül, hogy jó szomszédunk van, mint ahogy te vagy. Jaj, gyerekek, köszönöm. A házam viszont mégiscsak jobban van. Inkább adjuk neked a játékot, vagy... Inkább fogjátok el a lepszes pofátokat! Hűha, még az a szense volt, hogy a pillangó. Atyai, itt van a mi kis pillangunk. Elihoz út a fláj. Hát nem tündéri valók.
épp ezért meg kell zabálni. Talán jobb lett volna felhívnunk a pszichológust. Fázatlan, majd mi elküldjük a számját. Addig is nyomjuk a zenét. Roxy! Hey, mi ad? Hol van Roxy? Nyugodjatok meg, drága bajtikák, vagy kívántam magamnak ezt a pillangot, hogyha elláttam a baját a bizonyos Cedricnek, akkor majd visszajövök értetek. Komolyan mondom, van itt közelben egy orvos. Főnök? 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 Édesztelk a kasztán, benne vagy? Itt vagyok, tetek fej. Nézd, hogy kit fogtunk. Kapjuk el. Hát jó. Én akkor húztam is. Megyek vissza. Viszlát, lúzerek. Jaj, de ma meg itt. Hogyha külön akarsz élni, hogyha külön akarsz.